A Hivatásos Vadászok Országos Szakmai Versenyén az egyik versenyszám a növény ismeret. Ebben a versenyszámban 10 darab fajt kell teljes faj nevén helyesen megismerni. Ebből 5 darab fás növény, fa, illetve cserjefajok, és 5 darab pedig, ami termesztett takarmánynövény, az agrárium teljes vertikumát átfogja, gabonaféléktől a vadföldnövényeken át, egészen a vetőmagvakig kell a versenyzőknek felismerést tennie. Azt gondolom, hogy a faismeret különösen fontos és felértékelődött az utóbbi években, hiszen számos konfliktust keletkeztet a vadkár, ami az utóbbi évben különösen hangsúlyos témává vált a szakmai sajtóban, és anélkül, hogy a hivatásos vadászok, illetve a vadgazdálkodásban dolgozók nem ismernék ezeket a növényeket, termesztési módjukat, nem lehet szakmai érvek mentén konzultálni a gazdálkodókkal. Ennek szellemében végezzük mi is itt a versenyzőknek a számon kérését, és egy meglehetősen nehéz testsorral készültünk számukra. Az elért pontszámok mutatják is, hogy nem könnyű feladatszám a miénk, bármennyire is tűnik. Talán a növényismeret egy kicsit kedvezőknek a fő szempontjukból, de bízunk benne, hogy számos helyes megfejtés keletkezik még itt a nap folyamán, és örülünk annak, hogyha a versenyzők is elérik a maximális pontszámot, illetve ha jól érzik magukat a verseny közben. Az erdő, mint egy komplex ökoszisztéma, egy életközösség magába foglalja a vadat is. Egy komponense, de ott van minden más, ami a hátteret szolgáltatja neki, és a fejlődéséhez hozzájárulhat. A közösség összetétele az meghatározó lehet az adott faj minőségére, hogyha jó az az élettér, és kellően változatos a növényvilág, akkor sokkal inkább megtalálja az életfeltételeit az állatvilágnak számos egyede, és hát nyilván ez majd a trófea alakulásban is visszaköszönhet számunkra. Én azt gondolom, hogy egy egészségesen működő ökoszisztémában minden egyes komponensnek megvan a maga helye és szerepe, és kell is, hogy ott betöltse az ő funkcióját. Ha túl sok a vad, és látunk ki erre is példát, akkor annak az indikátorai megjelennek az erdőben, hiányozni fognak bizonyos fajok, vagy károsulnak. Ha pedig nincs, akkor pedig megint más irányban mozdulhatnak el az élővilágnak a súlypontjai. Én azt gondolom, hogy mindennek a maga helyén és szerepén kell betölteni a funkcióját.